Ha jól tudom, a harmadik pálya után hagytuk abba korábban, itt elérhető a Mislivec nevű kereskedő, akitől egy nagyon beszédes Ocelovi Jesci nevű valamit vehetünk. Ez ugyan itt most egyszerre fog üzemelni a hangszóróval, de amint látjátok, a jó öreg Knight Rider mintájára kis fém, úgynevezett kaltropokat szórhatunk szét. Ezek ugyan elszublimálnak, de őszintén szólva még nem sikerült megsebeznem vele senkit sem. Szintén ettől a komától vehetjük meg az első típusú Scorpio géppisztolyt, ami ugyanannyit sebez, mint ez a Yugo karabély, de a Scorpio egykezes, tehát két darab is lehet a srácoknál, így pedig dupla sebzés jelent. Szóval a Scorpio a negyedik pályától felfelé kötelező természetesen. A negyedik pályán találkozhatunk zöldruhás rikkancsokkal, akik nem értem, hogy miért kerültek bele. Semmi büntetés, semmi időbónusz nem kapunk, ha lelőjük őket, totál értelmetlen. Oké, nyilván, hogyha már egy-két civil autót is láttunk az utakon, miért épp gyalogosok ne lennének. Apropó civil autók, a harmadik pályán érdekes buggal találkozni. Egy civil autó, nevezetesen egy Skoda jön velünk szembe, de hát sofőr a motorháztetőn ül, és mit nyújtózkodik ez, de még nem is akár hogyan. Ez konkrétan a saját sofőrünknek a tükörképe, ahogy forgunk, úgy forog ő is, és ez nem egyszeri eset, ez a játék összes civil autójával így lesz. Mondjuk ezen autók felrobbantásáért meg jár az időbónusz, nem értem. Egy jó kis ugratás után jön a negyedik pálya parkolóházas FPS része, ahol nyugdíjasokat is le kell lőnünk, nem értem, hogy nekik mi bajuk van velünk. Az FPS rész után viszont visszamehetünk a lövöldözés helyszínére, és tök jó, hogy minden hulla ugyanott van, nem hittem volna, hogy ezt így meghagyják. Sőt, amúgy az egész FPS rész újra le lehet játszani, akár végtelenszer, csak vissza kell jutnunk addig a pontig, ahonnan az egész jelenet triggerel. A második fő ellenfelünk egy fekete Hammer terepjáról, amelyik a tetejéről lő ránk minigunnal, illetve hőkövetős rakétákkal, amik néha működnek, néha meg nem. Minden esetre az a taktika jött be nekem, hogy amikor minigunnal lő, akkor minél távolabb kell menni tőle, amikor rakétázik, akkor meg ennek is a segében kell maradni. A terepen elég sok Medikit Pepsi van, úgyhogy nem is olyan vészes a helyzet. Persze ez nem igaz arra a részre, ahol nem mi vezetünk, ugyanis a gép már a pálya elején halálos nyugalommal belevezet minket az ellenfelek sűrűjébe, csak győzzük használni a hangszórót. A Hammernél pedig, akárcsak az első fő ellenfélnél, sok szerencsét. Az ötödik pálya előtt válik választhatóvá a Fotr nevű árus, akinél a játék legjobb fegyvere a Scorpion L megvehető. Ebből vásároljatok be hetet, amint csak lehet. Van nála egy pisztoly is, de nem jobb a Scorpionnál, illetve a tetőre szerelhető minigunt is tőle lehet megvenni. Ez utóbbi baromi erős, de mint mondtam korábban, ezek csak is az autó órának irányába képesek tüzelni, máshova nem. Az ötös pálya megint vidékre visz minket, úgyhogy megint csak szép környezetben lőhetünk szét mindenkit. Az itteni FPS rész a kedvencem, gyakorlatilag akárhova lősz, felrobban egy tartálykocsi, így aztán nem lesz túl nehéz dolgunk. Egyszerűen úgy kicsit túlköltekeztem, és konkrétan egy másodpercnyi idő maradt a pálya elejére, na erre azért kíváncsi voltam, és már le is járt az idő, de nincs game over, nincs semmi, pár perc alatt úgyis időmilliómos lettem utána. Aztán itt előjött egy olyan bug, mint a Mutantben, nem tudtam mozgatni az egeret, pontosabban nem reagáltak rá a srácok, oké, hogy a hangszoróval lehet írtani, de na, ez így azért nem frankó. Hatodik pálya előtt itt van Posahanec, vajon mit árul? Rakétavető, na ez kell nekem! Mi van még itt? Napalm, wow, és egy tripla csövű Browning géppuska, de nehéz dönteni. Hát nézzük meg mindet külön-külön. Nos, a rakétavető az egyetlen tetőfegyver, ami egérrel együtt mozog és bárhova lőhet. Baromi erős, de ugyanaz a hibája, mint a Vracska Micsku féle fegyvereknek, hogy a gépfegyverekkel ellentétben ezek túl lassan élnek célba. Kár érte. A napalm kb. Ugyanaz, mint a hangszóró, de ez csak hátrafelé tüzel. A srácok még mondják is, hogy Dobré ráno, Vietname! Azaz jó reggelt, Vietnám, vagy valami hasonló. Na de az öreg tripla csövű Browning, na ez már egy hasznosabb jószág. Végre nem csak nyíregyenesen lehet vele lőni, hanem kicsit oldalra is. Ha mindenképp akartok egy tetőgéppuskát, akkor ez legyen, amit választotok, de amúgy a hangszórónál nincs is jobb. Főleg azért, mert olcsóbb, és a hatodik pályához már igencsak szükség lesz a mozgékony Funny Carra, ami sok időt el fog venni tőlünk. Emellé beszerezni még a Skorpiókat, ha abból megvan a 7 darab, akkor innen már csak a rácsokat kell megvenni később. Na ezt nézzétek meg alaposan, ez az utolsó 3 pályához kötelező felszerelés. Na de a hatodik pálya, a Funny Cart irányítani tényleg funny, olyan, mint hogy a sínen haladne, szinte 100%-os tapadása van, bár még így is hajlamos néha kicsúszni. Na meg fennakadni a legkülönfélébb dolgokon. Innentől már csak az a taktika élete, hogy lősz mindenkire, aki nem tereptárgy, és hogyha nem robban fel azelőtt, hogy a közeledbe érne, akkor jön a hangszóró. Na de ez a fő ellenfél, gyerekek, ne tudjátok meg, hogy én itt 2 napig mennyit szívtam ezzel. A fő boss ezúttal egy hajó.
az egy dolog, hogy baromi gyors és nem nagyon szeret lőtávon belül maradni. Az egy dolog, hogy sokszor beakadtam a pályába. Az egy dolog, hogy itt már Pepsi automaták vannak a pályán. Az egy dolog, hogy megint beakadt az egér, már megint, igen. Az egy dolog, hogy a gépágyúja a pálya másik feléről is szétlő bármit, és az is egy dolog, hogy megint követő rakétákat lő, amik néha még a kanyarokba is utánunk jönnek. De ezeket még úgy el is viselném, mert oké, utolsó előtti főellenfél, legyen kihívás, kelljen hozzá taktika, stb. Meg is találtam a módját. Ezen a részen mi át tudunk lőni a kerítésen, a rakéták viszont legtöbbször fennakadnak, tök jó. Így csak annyira kell vigyázni, hogy ha gépágyúval lő, akkor fedezékbe kell menni, ha rakétázik, akkor meg mi is meg tudjuk szórni az oldalát. Na ez tök jó. Na de most jön a pofátlanság magas iskolájának a csúcsa. Látjátok ezt a csíkot itt? Sokáig nem értettem, hogy mi ez, de ez kérem szépen a főellenfél, hogy is mondjam, türelmét jelzi. Nem is kell, hogy végigmenjen a csík, kb. A háromnegyedénél a boss megunja az egészet, fogja magát és lelép. Nekünk meg game over. Ez a pofátlan csalás. Na és akkor milyen taktikáról beszélünk a gép által vezetett módban? Á, ilyen nincsen, valami trükkje csak van ennek. Hát persze, hogy van, és sejtettem is. Már a hammeres főellenfélnél láttam, hogy néha nem használja a rakétavetőjét, de én ezt teljesen véletlennek gondoltam. Aztán kiderült, hogy nem az. Emlékeztek még a The House of the Dead 3 főellenfél csatáira? Ott a bossoknak volt egy támadás csíkjuk, hogyha azt időben levitted nullára, akkor nem sikerült eltalálniuk minket. Na itt ugyanez van, hogyha látjátok, a töltődik felfel a rakétavető csíkja, célozatok nagyjából az irányába, sosem fog tüzelni. Töltődik a gépágyú, célozatok a hajó orrára, és sosem fog tüzelni. A gépvezető módban ez azért kell némi szerencse továbbra is, de hú, hatalmas megkönnyebbülés volt, mikor erre rájöttem. Szóval így elintézhető a hajós főellenfél végre valahára. Ha mindent úgy csináltatok, ahogy mondtam, akkor a hetedik pálya már csak a maradék rácsokat kell megvennetek, és mehet is az utolsó előtti pálya, ami nagyban hasonlít a negyedikre, elég rövid viszont, és ilyen cuccokkal már gyerekjáték lesz az egész tényleg. Na de jöjjön a végső nyolcadik pálya, full páncélos funny car-ral, és ide talán érdemes tetőgépágyút hozni. A jó kis autópályás mészállás után jön a főbossz, egy helikopter, amelyik néha nagyon közel repül a földhöz. Hoho, és már tölt is be a rakétáit, na de így, hogy már ismerem a trükköket, tényleg nem ellenfél. Ha rakétát akar lőni, célozzatok a kis szány végeire, hogyha gépágyúzni akar, akkor meg a gépmadár hasát kell tűz alatt tartani. Szerencsére az erdő széle tele van Pepsi automatákkal, úgyhogy életerő lesz bőven. Egyetlen nehézség ebben a küzdelemben, hogy egy idő után elzsibbadt a mutatóujjam, annyit nyomtam a bal gombot. Hogyha a helit lelőttük, vége a játéknak, kapunk egy kiírás, hogy egy új autó választható, és ennyi. Na de milyen autót kapunk? A vezetős lövöldözős részért megkapjuk a Dodávka hippi változatát, a csak lövöldözős rész végén megkapjuk a Turbo Terror Tuning Skodát. Ezek a bónuszjárgányok amúgy a menőbb külső mellett plusz 100 életerővel is bírnak. A harmadik autó pedig, igen, jut eszembe, a harmadik játékmódot el is felejtettem. Na nézzük csak, a harmadik játékmód egy versenymód, amiben egyetlen ellenfelet kell legyőznünk pályánként persze. A legelső futamon még Skodával, valamiért rajta maradt a hangszóró, mindegyit úgy sem lehet használni. Aztán van itt Dodávka párbaj, ahol meg pont az ellenfél kapta meg a hangszórómat, mi zajlik itt? Aztán itt van a harmadik futam, a Funny Car verseny, amit nagyon fogtok szidni, mert az ellenfél kb. Hibátlanul vezet, meg állandóan ki fogunk csúszni, plusz itt is előjöttek érdekes bugok. Persze ki lehet lökni az ellenfelet, pontosabban meg lehet próbálni, de ilyet én meg sehol nem láttam korábban. Amint hozzáérsz az ellenfélhez, az nyom egy satúféket, pár másodpercig vár, majd rajtad áthajt full sebességgel és megy tovább. Fú, nem egyszerű. De mókás, hogy nem csak a sima kampánymódban vezethető autókkal mehetünk itt. Vezethetünk például teherautót, hammert, na ez brutális, ez is olyan, mint a sínen haladna, de még ki sem tud nagyon csúszni. Aztán van még kabrió, családi kombi, és a végéről nem hagyhatták ki persze a Zetor párbajt, előre traktormasterek. Na ez az egy pálya önmagában már jobb, mint az egész Traktor Racer. Na és ha minden 8 versenyen mi győztünk, megkapjuk a legjobb autót a játékban, a tuningolt Funny Cart. Úgyhogy az én tanácsom azoknak, akik majd egyszer ezzel játszani fognak, mindenek előtt a versenyeket csináld végig, a tuningos Funny Carral egyszerűbb lesz az élet később. Na srácok, mi a baj?
Mit csináltok? Na ne, szét lehet lőni a saját autónkat? Azt a kurva. Na szerintem ezt most hagyjuk abba. 2006-ban biztosan volt a Rockpod Vratakunál szebb játék. Ez kétségtelen tény, viszont nem is mondanám csúnyának egyáltalán. Egy olyan jó közepes. Az autók egész jól ki vannak dolgozva, a környezet sem rossz, kiemelném ismételten a vidéki helyszíneket, a karakterek kidolgozása viszont már hagy némi kívánnivalót maga után, és úgy unblock nincs túl sok szép effekt a játékban, egy jó közepes. Megmondom őszintén, rettegtem. Mikor először indítottam el a játékot, magamban könyörögtem, hogy csak ne legyen szar irányítása, mert hát mire gondol az ember egyből, budget autós játék, az a minimum, hogy össze-vissza csúszkáló autókra számítottam. De szerencsére nem így lett, az autók irányítása árkádosan tökéletes, a célzás iszonyat könnyű, az, hogy nem kell újra töltögetni meg a lőszert számolgatni, megint csak hatalmas könnyítés. Irányítás tekintve teljesen felülmúlt a várakozásaimat a játék. A hangokról sajnos nem tudok szuperlatívuszokban beszélni, elég monotonak akár a lövéshangok, akár az autók berregése. A hangulatot feldobandó, a szereplők beszólogatnak az ellenfeleknek, és állítólag igen súlyos anyázások mennek ilyenkor, de 10 másodpercen belül kétszer hallani, hogy papa pitonci, papa, meg mafia, minusz, na ez nekem egy kicsit túl sok volt. Ellenben a zenék a filmből kerültek át, és nagyon korrekt rockdalokról van szó. Az üldözések, lövöldözések hangulatát fokozzák a jó kis riffek, és úgy összességében na, marha jó dalok vannak benne. Nem tudom, hogy milyen indítatásból készült autós lövöldözős játék egy olyan filmből, ahol a szereplők kezügyébe egyetlen fegyver sem kerül, de egész jól sikerült a dolog. Ha eltekintünk attól, hogy éppen miért is üldözik a srácokat és kik, szóval ha csak a játékélményt magát nézzük, akkor egész korrekt játék ez a Rockpod Brataku. A versenyes játékmód jó kis kikapcsolódás a lövöldözések után, viszont a real shooteres részt, amikor mi csak lövöldözünk, én nem biztos, hogy beraktam volna a játékba. Éppen elég baj, hogy csak ugyanazt a 8 pályát játszhatjuk végig vezetős és nem vezetős módban is, mindenféle változtatás nélkül, de a fő ellenfelekhez még a trükkök ismeretében is extra adag szerencsére lesz szükségünk real shooteres módban. Jó ötlet, hogy többféle felszereléssel vagy akár autóval is nekivághatunk a pályáknak, egyedüli frusztrációt a fanikáros versenypályán és a fő ellenfél pályákon éltem meg csupán, de ezeknél is csak addig tartott, mindez, míg rá nem jöttem a trükkre, amivel gyerekjáték volt legyőzni őket. A játékújságok nagyon leúzták a Rockpod Vratakut. Tény, hogy nem egy nagy költségvetésű AAA pluszos cím, sem a játék, sem a film, de azért ennyire nem is vészes a helyzet. Egy mókás egyszer végigjátszható árkád akció őrültség, ami néhol talán túlságosan is egyszerű és olyan rövid, hogy még éppen nem válik monotonná. Ezt teljes áron persze én sem vettem volna meg, de ritkasága miatt ez a már-már szent gráli magasságokban létező játék a gyűjteményem egyik legszebb darabja. Ha ezt nem mutatom be nektek, a sorozatom semmit nem érne. Én ismét Lali voltam, köszönöm a megtisztelő figyelmet, legyetek jók, szevasztok!